Online önkormányzati és országgyűlési ülésezést és döntéshozatalt szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom, miután a veszélyhelyzetben még a három fős önkormányzati üléseket is megtiltották, miközben a parlament 200 fővel is gyűlést tarthat. Szijjártó Péter miatt Kambodzsában 600 politikus és közreműködő került karanténba, illetve tesztelés alá. Itthon viszont nem lehet tudni, hogy ki az, aki betegségét tudatában is bemegy egy például kétharmados szavazásra. A Mi Hazánk mozgalom már márciusban kezdeményezte az online ülésezés és szavazás bevezetését, ahogy például Lengyelországban és Romániában is képesek voltak erre. A magyar kormányzati mulasztásra való rávilágításunk mellett a képviselői felelősségre is rá kell mutassak. A digitális oktatáshoz és ügyintézéshez hasonlóan a politikusoktól is elvárható, hogy legalább egy fél év elteltével képesek legyenek 21. századi módon használni a képviselői laptopjukat, vagy ha nem hajlandóak, akkor el kell venni tőlük, s oda kell adni azoknak a gyerekeknek, illetve szüleiknek, akiknek két napot sem adtak a semennyire nem előkészített és anyagilag sem támogatott távoktatásra való felkészülésre. Az online önkormányzati döntéshozatalra azért is van szükség, mert a veszélyhelyzetben átruházott joggal több polgármester is visszaélt és politikai leszámolásra használta fel a képviselőtestületek felfüggesztését. Komló, Szekszárd és Nagykanizsa fideszes polgármestere a baloldali többségű képviselőtestületét játszotta ki, de a DK fővárosának számító Újbudán Gyurcsány kiskirálykodó polgármestere is önkormányzati döntés nélkül határozott a parkolási maffia területének bővítéséről, új parkolási cég létrehozásáról, ahogy média céget is alapított. A vezetőket pedig pályáztatás nélkül, minket önkormányzati képviselőket sem kérdezve meg nevezte ki a DK polgármestere. A veszélyhelyzeti joggal való visszaélés helyett teremtsük hát meg az online önkormányzatiságot és az online országgyűlést, ezt szorgalmazza a Mi Hazánk.